vármegyéről vármegyére. Fejér. Ahol biztosan friss az áru. Jancsár kert, termelői piac. Helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Ez a néhány szó, ami egy táblán olvasható a székesfehérvári piacon, pontosan összefoglalja a jelenséget. Az a cél, hogy a város, sőt a vármegye lakói egy helyen, széles választékból, friss portékához juthassanak, megfizethető áron. A Balatoni úton, a Jancsár körforgalom előtt, a 6000 négyzetméteres nyitott területen, a 600 négyzetméteres fedett csarnokban és a kinti fabódékban 2013. márciusában nyílt meg a termelői és biópiac. Ide többek között magyar almásról, sáregresről, lovasberényből, abáról, szabadbattyámból, mórról, sárszentmihályról, isztimérről, iszkaszentgyörgyről, martonvásáról, szabadegyházáról, kápolnásnyékről, polgárdiból, pusztaszabolcsról, csákváról, fehérvárcsurgóról, kislángról, sárkeresztesről, összesen több mint 30 településről hozzák a termelők az áruikat. Ez a közösségi és rendezvénytér az egészséges táplálkozást és életmódot támogatja. Tartottak itt már kolbásztöltőfesztivált, nemzeti gulyásnapot, járt a Jancsár kertben a Restaurant Day nevű nemzetközi gasztrórendezvény is. Óvodásokat, kisiskolásokat visznek ide piaclátogatásra. Ekkor megismerhetik a zöldség és gyümölcsféléket. Állatokat simogathatnak, láthatják, hogyan készül a 100%-os gyümölcslé. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.